Sziasztok, Fazekas István vagyok, üdvözlök mindenkit a Mr. Mustang újabb autóbemutatójában. Ahogy kértétek, róla is lesz autóbemutató. Ő egy 2014-es GT optikás, 3700 köbcentis, gyönyörű, szép, karcmentes, csillogó-villogó Mustang. Nagyon régen volt ilyen csíkozású Mustangom, és ennyire ragyogó, tiszta, karcmentes fényezésű autóm, nagyon örülök neki. A végén fogom elmondani, hogy hány kilométer van benne, addig próbáljátok meg megsatszolni. Mit látunk az elején? Ugye itt van a GT optikánk, egy sajnos nem valódi géttetőbe ömlőtt, tehát itt a levegő nem talál pajtásra, hanem sajnos itt tovább megy, de attól függetlenül nagyon jól néz ki. És van egy úgynevezett gunmetallic style csíkozásunk, ez fegyvermetál, ezt így szokták hívni, és nagyon jól van csíkozva, tehát csíkozás és csíkozás között is bőven van különbség, hogyha közelebb jöttök és megnézzitek, akkor ez egy négy csíkból álló csíkozás, tehát van két master stripe, ezt így szokták nevezni, két főcsíkünk és két darab segédcsíkunk, ez igazából a csíkozásnak a története, lehet, hogy már mondtam, de elmondom még egyszer, a csíkozás azért van, hogyha te ülsz az autóba, fogod a kormányt és pályázol vele vagy játszol vele, azért a pici szögelfordulásokat, tehát amikor az autó feneke elkezd kitérni, akkor azt nem lehet érezni csak a nagyon-nagyon-nagyon tapasztalt sofőröknek. A csíkozás abban segít, hogy látod az út tengelyére merőleges tengelyt, és hogyha ez attól eltér, akkor a csíknak ez a két külső része megadja azt a szögöt, hogy gyakorlatilag az autó mennyit csúszik el, hasznos, de igazából ennél az autónál ez már csak dizájn, és mostanában ez csak igazán dizájn szokott lenni. Ez a csíkozás tovább megy a lökhárítón, folytatódik a GT koptatóban, és ami nem jellemző a csíkozásra, gyakorlatilag itt az alsó GT lippénél is vízszintes irányban is folytatódik a csíkozás, ez egy nagyon igényes dolog. A csíkozás minősége és bevállalósága ugye minden Mustangnál különbözik. Ennél az autónál, aki csíkozott, valószínűleg nagyon jól tudott csíkozni, és nagyon bevállalós is volt, aminek mi nagyon örülünk. Ennél az autónál is ugye az elején itt figyelnek a szenonlámpák, a nappali menetfény, a nagy grillrács benne a Mustang jellel, az alsó grillrács és mindenféle finomság, és ami az egész két lámpát összeköti, ugye ez a középső krómcsík, ami a Mustangoknál jellemzően ott szokott lenni, de ez a fekete szín és ez a csíkozás nagyon jól kihangsúlyozza. Kukancsuk meg az oldalát. Elérkeztünk az autó oldalához, ami legalább annyira érdekes, mint az eleje. Ami először feltűnik mindenkinek, a kerék. Van, aki mosolyog, van, aki kevésbé mosolyog. Én mind a kettővel egyetértek, de megmondom, hogy miért. Aki mosolyog, azzal azért értek egyet, mert van egy 16 szolos gyári póni kerekünk, és ez a gyári póni kerék megkapta a gyári méretű gumit. Miért jó ez? Kipörgésgátlónak nem kell gondolkodnia, hogy átszokjon másik kerékméretre, tehát kerékfordulat per távolságra. A futóműnek nem kell akkora pofonokat kapnia így az úttól, mint egy peres gumival, és az autónak a kényelme, amikor utazunk benne, sokkal-sokkal jobban kijön, sokkal jobban kijön ez a nagy, laza amerikai GT feeling egy ilyen kerékkel, mint egy peressel. Aki azt mondja, hogy pergerre nagyobb kerékkel, nagyobb ez, nagyobb az, azt is megértem, viszont akkor a kényelem oldalból kell egy picit áldozni. Ha hátrébb menjünk az autón, folytatódik ez a fegyverszínű csíkozás. Ez egy előről hátra menő csík, ez gyakorlatilag az autónak ismét a dinamikáját és az útra termettségét igyekszik megmutatni. Kis érdekesség, hogyha tovább megyünk és ránézünk ide a visszapillantó tükörre, akkor a visszapillantó tükörben is megtaláljuk azt a kettő darab dekorcsíkot, ami az autón egy-két helyen még fut, itt az oldalánál, ugye itt a küszöbön végig, a küszöb szélénél lent, és első lökhárítónak a GT koptatóján elől. Ez is egy igényesebb fajta csíkozás, sokkal több munkát igényel, nagyon nehéz ilyen egyenesen felrakni, elárulom, én is próbálkoztam már autót csíkozni, soha többet. Zárójel bezárva, azóta máshogy tekintek a csíkokra, úgyhogy ez nagyon jól néz ki rajta, nagyon szépen fel van rakva, nagyon jól harmonizál az autó többi részével, úgyhogy szerintem az autó oldala is legalább annyira érdekes és jópofa, mint az eleje. Menjünk a hátuljára. Elérkeztünk az autó hátuljához, ami nagyon sok finomságot tartalmaz. Ugye az első, ami mindenkinek rögtön feltűnik, jaj, de szép együtt, a piros és a fekete. Egyébként tényleg. Nagyon szép az is, ahogy a csík jön, a kísérő csík is. Ugye ezt pont itt a lámpához találták, hogy megszakítsa, szerintem nagyon jól néz ki. Plusz ennél az autónál a tipikus Mustang betegség,
miszerint, hogyha itt fogdossuk és csukogatjuk le a csomagtérajtót, akkor szépen megkopik az a gyári, megkérdőjelezhető minőségű műanyag, szépen le van fényezve, ezzel se kell foglalkozni. Nagyon szép az autó, hátulja is karcmentes, lökhárító sarkai nincsenek megkopva, leparkolva, tehát pont olyan a Mustangunk hátulja, amilyet szeretnénk, ugye két antenna van rajta, az egyik a Microsoft Sync, a másik pedig a rendes FM rádiónak az antennája. Mi az a Microsoft Sync? A Microsoft Sync az az, hogyha Amerikába és aláhúzom Amerikába, otthon Microsoft van a gépeden, és van a gépeden 1000 darab zene, akkor azt a kocsitban ülve is tudod hallgatni, annélkül, hogy bármilyen adathordozót elhoznál otthonról, hanem csak összehangolod a kocsidat és a számítógépedet. Természetesen ez nálunk Európában nem működik, az FM antenna viszont igen, tökéletesen befogja az adókat. Jöhet a kérdés, hogy páros, páratlan. Mindannyian tudjuk, hogy az amerikai autó melyik frekvenciát fogja, ezzel együtt kell élni. Dupla kipufogó a hátulján, teljesen gyári kipufogó rendszerrel rendelkezik, nem lett megmahinálva. NKH-nál nagyon fogják lájkolni, hogy gyári a kipufogó, természetesen utána mindenki azt csinál vele, amit csak akar, és mindenben segítünk is, hogyha szeretne ezen változtatni. Marha szép az autó hátulja, ugye látjátok a tetőspoilert is, ami a GT Optica része, a hátsó ablakunk sötétítve van, szépen is van fóliázva, tehát a hátulja nagyon kompakt az autónak, nagyon jól sikerült, nekem nagyon-nagyon tetszik, meghallgatjátok a gyári 3-7-nek a hangját? Na csütsenek is be! Elérkeztünk az örökké valóságnak a helyére, ez az örökké valóság pedig a 3.7-es V6-os motor. Ez gyakorlatilag olyan stabil, mint az euró, minden esetre sokkal stabilabb, mint a forint. Gyakorlatilag nem tudsz olyat csinálni vele, ameddig víz és olaj van benne, hogy ennek a motornak bármi baja is legyen. Szoktunk beszélni a típushibáiról, a vízpumpa és a folytószerep. Ha ez a kettő ki van cserélve, oda van figyelve rá, gyakorlatilag bármeddig elmegy, fogyasztása a városon kívül keresztbe tartva 9 és 10 liter között van, és ez tényleg így van, hogyha pályázunk vele, tehát 2000 forog 140-nél, akkor olyan 10,8-10,6, városba kicsit sportosabb lábbal 12 liter, kicsit enyhébb lábbal olyan 11, tehát igazából ez az átlagfogyasztás ennek a 3.7 V6-nak 10 liter, marha megbízható Euro 5-ös motor, nagyon finoman jár, nagyon jó 20-5000-es fordulatszám felett, ott élet fel, ott jön meg az igazi kedve. Ugye hengerenkénti 4 szelepes az autó, 2 kipufogó, 2 szívószelep, nagyon jól tud töltödni, nem nagy löket hosszú motor, kis löket hosszú motor, tehát nagyon szeret forogni, a gyári rev limite is közel 7000-es fordulatszám, és ezt szereti is, tehát nem kell sajnálni, hogy jaj, úristen, 6000 fölé ment a mutató, mi lesz? Legyen üzemmeleg a víz, legyen üzemmeleg az olaj, és lehet forgatni, szereti, nem sértődik, megérte, erre van kitalálva. Nyilván az olajcsere periódust azt szoktuk mondani, hogy legyen 10-15000 kilométer, vagy egy év. Szeretjük az autónkat, szerintem egy olajcsere ára mindenkinek belefér egy Mustangos budgetba. Ő elnyűhetetlen, eltaposhatatlan, megszüntethetetlen motor olaj időben, víz megfelelő szinten legyen benne, és legyen üzemmeleg a motor, onnantól kezdve bármit bír. Hajrá, srácok! Mint ahogy látjátok az autó fényezésén, az autó előző gazdája ezt az autót szó szerint tejben, vajban füröztötte, és hogy kapcsolódjunk egy picit a vajhoz, az autónk vajbelsős. A Mustangoknál, amióta én Mustangozom, nekem ez a második autóm, amiben ez a prémium vajbőr belső van. Ezt azért nem ülök bele most, hogy megmutathassam nektek, hogy vajszínű póni felszereltségű Mustangról beszélünk, marha ritka. A vajbőr ugye általában az elegánsabb, luxusabb autókban szokott lenni. Én úgy érzem, hogy ennek az autónak a gyári mi volta, tehát az, hogy megtartották ugye a gyári kerekeit, a 16-osat, kicsit balonosabb gumikkal azért, hogy az autó kényelmes legyen. Nagyon jó illat van benne, minden nem működik. És ugye itt most visszautalnék arra, hogy az elején megkérdeztem, hogy szerintetek hány kilométer van benne, 159.000 kilométer van benne. Ezt nagyjából, hogyha az autót én körbejárom, aki már láttam egy pár Mustangot, simán azt mondom, hogy 80.000. De nem, a duplája 160.000 kilométer van benne, majdnem 159.000, és ez alatt a 159.000 kilométer alatt nem tudom, lehet álltak az autóba, vagy kivették ezt az ülést és sámlival ültek benne, mert ezen az ülésen semmi nem látszik. Annak ellenére, hogy vajbőrös és a vajbőrös köztudottan hisztisebb és igényesebb,
mint a fekete, semmi nem látszik rajta, nagyon jó állapotban van, nincsen megrepedezve, ugye vannak rajta ezek a szellőztetett lukak, ezek sincsenek megszakadva, tök jó állapotban a belső, akkor most már bele is ülök. Olyan kényelmes ez így belülről, hogy lehet, hogy nem mondok semmit, hanem hagyom a kamerákat, hogy vegyek fel a kocsit. Jó, azért mondok egy pár dolgot. Tehát póni felszereltségünk van. A póni felszereltségnek ugye az alap pillérei a következők. Van egy kormányunk, egy multikormány, amelyről a tempomat, a középső LCD kijelző, ami kirajzol, kiír, mindent irányítható. Irányítható a rádió, a hangvezérléses média. Középen van ugye a shaker hifinek és a klímának a kezelő konzola. A shaker hifi az azt jelenti, hogy az ajtóban van 2 darab 20 cm átmérőjű hangszóró, plusz hátul is, és gyakorlatilag olyan hangzása van az autónak, mint hogyha valami mélynyomó lenne benne, pedig nincsen, és nagyon élvezhető, nagyon tiszta hangzású zenét biztosít, én nagyon szeretem. Van egy ezüst színű műszerfal betétünk, a műszerfalon ugye a 2 darab órának a karimájának a színe változtatható, a mutatók és a számoknak a háttérvilágítása szintén változtatható, a pohártartónak a díszkivilágítása, hogy milyen színűen világítsa meg az ásványvizet belülről, változtatható gyárilag, és ezek mind gyári extrák. Az ajtónak kilincsben lévő ledek is változtatható színűek, ugye ez a póni felszereltség része. Benne van a standard garázsnyitó, amiről mindig szoktunk beszélni, és gyakorlatilag a póni felszereltségnek a legfontosabb elemein most keresztül mentünk. Nagyon jó ez az autó póni felszereltséggel, nagyon harmonizál a belseje a külsejével, kívülről is egy extrásabb autóról beszélünk, belülről is az összes extra megtalálható benne, kivéve a navigáció, ugye, mint ami a Mustangokban szintén azért elég ritka. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy teljesen jó felszerelt autó, a 159 000 kilométerről pedig bármennyit letagadhat, ennek ellenére ugye egy év garancia van az autóra, a garancia akkor jár, hogyha a mi szervizünkben szervizeltetitek, legalább a garancia idő alatt, utána is szívesen látunk titeket, de addig viszont muszáj lenne. Egy olajcsere 30-35 ezer forint, egy féktárcsa, fékbetétcsere, tehát egyben 80 ezer körül, csak a fékbetét munkadíjjal együtt 40 ezer, 45 ezer forint körül van. Az autó ára 6 millió forint plusz papírozás, mindent intézünk, de az autó azon jobban elvihető, mivel saját Európai Uniós rendszáma van érvényes kötelezővel, érvényes nemzetközi biztosítással, tehát azonnal elvihető, a műszaki vizsgára kell csak megjelenni, de ahogy mondtam, ezt mindent intézünk. Köszönöm szépen, hogy ezt a videómat is megnéztétek, már kezdem megszokni, hogy csinálgatom ezeket a videókat, igyekszem mindig a frissen érkező autóimról csinálni nektek a új videót, ebben segítségem lesz az őri fotó. Köszönjük, hogy néztétek!